2016 után idén újra a Zemplén Kalandparkban tartotta ülését a Csernel István sí és turisztikai klaszter. A tagszervezetek képviselői elsőként megismerhették az újhelyi turisztikai és sportcentrum legfontosabb híreit, az elmúlt években végrehajtott és a tervezett fejlesztéseket. Majd olyan aktuális kérdésekről esett szó, mint például a képzésekkel vagy sípálya építésekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások, vagy éppen a sífelvonók működtetése. A klaszter ebben az évben is meghirdeti a Libegők Éjszakája című országos programot, de folytatódik a hazai síelést népszerűsítő Tanulj itthon síelni kampány is. Itthon sokkal olcsóbb is síelni, sokkal közelebb is van, és praktikusan a gyerekeknek is jobb, hogyha egy olyan helyen vannak, amely könnyű pályát ad, és a család környezetében van. A klaszter tagjaink jelentős része műanyag sípájával is rendelkezik, sőt, vannak olyan klasztertag szervezetek, akik műanyag síiskolák, és hát ezek a műanyag síiskolák adják az utánpótlást a sísportnak. Tehát nem győzik hangsúlyozni, hogy a gyerekekben van a jövő, a családokban van a jövő, és hogyha meg tudjuk nyerni a fiatalokat arra, hogy a téli időszakban is jó levegőn kint legyenek, ne a kompjútert, a telefonjukat piszkálgassák, akkor garanciát kapunk arra, hogy hosszú távon ők is egészséges fiatalok és felnőttekké tudnak válni. A klaszter több mint 200 tagszervezetet számlál, így az ország minden pontjáról érkeztek résztvevők a sátoraljai újhelyi tanácskozásra. A Budapesten található Normafa Park rehabilitációja 2015-ben kezdődött, ma pedig már kultúrált, egyben modern körülmények között várja a túrázni, kikapcsolódni és sportolni vágyókat. A Normafa Parkot üzemeltető intézmény is tagja a sí és turisztikai klaszternek. A Zemplén Kalandpark után második önkormányzati fenntartású, hasonló feladatkörrel rendelkező intézmény lett a Normafa Park. Azért jó nekünk ez a kapcsolat, a klaszter, de különösen egyébként a Zemplén Kalandparknak a segítsége, mert hasonló dolgokat szeretnénk megvalósítani. Körülbelül 10 évvel van előttünk a Zemplén Kalandpark, így itt nagyon sok minden működik. Bebizonyították, hogy ez jól tud működni, a város hasznára tud működni, és nagyon jó, attraktív lehetőséget adnak. Hát ezt szeretnénk Budapesten is, hogy ne csak egy sétálás és mondjuk egy rétes megevése legyen a hegyvidéki program, hanem sokkal aktívabb legyen, sokkal több embert fel tudjunk állítani a tévé és a számítógép elől. A Csernel István sí és turisztikai klaszter következő ülésének is a Normafa Park ad majd otthont.